Most a dobótüske támasz helyét fogjuk kialakítani a szányba. A dobótüske támasz felel azért, hogy a dobás során a habból ne szakadjon ki a dobótüske. Először is meg kell határoznunk, hogy melyik szány még bekerülnek a korongok. Ne felejtsük el, hogy az irányokat mindig a repülőmodell vezérsíkjai felül nézzük. Jobbkezeseknek a bal szárnyfélbe, balkezeseknek pedig a jobb szárnyfélbe kell beépíteni a dobótüskét. Fontos, hogy ezt ne cseréljük fel, mivel akkor majd nem tudjuk eldobni a modellt. Válasszuk ki a dobókarnak megfelelő szárnyfelet. Én jobbkezes vagyok, ezért a bal szárnyfélre van szükségem. A szárny végre alul felül fel kell jelölni a korong helyét. Mérjünk rá a habra 25 mm-t a kilépőtől és 8 mm-t a szárny végtől. Ugyanezt csináljuk meg alul is. És most illesszük a korongot a jelöléshez, és rajzoljuk körbe. Egy lapos tűreszelővel mélyítsük ki a helyét annyira, hogy a korong teteje ne álljon ki a habból. A tűreszelő végét fektessük a habra, és nyomjuk rá, miközben így elhúzzuk. Inkább csak bele kell nyomni. Lehet úgy is csinálni, hogy a korongot a helyére tesszük, és jó erősen rányomjuk, belenyomjuk a habba. És utána a reszelővel alakítjuk. Ha a korong a habbal egységbe került, akkor kész van a helye. Ugyanezzel a módszerrel készítsük el az alsó korongnak a helyét is. Ha kész van, akkor az alsó merevítőt tegyük a habra, ide a nóthoz. Szánytőnél állítsuk szintbe a habba. És jelöljük rá a korongnak a
szánytő felé eső szélét. Egy snitzerrel faragjuk le a jelöléstől a szénlapnak a felét. Most illesszük a helyére a szénlapot, úgy, hogy a faragott rész kerüljön a korong felé. Ha jó a lefaragás, akkor a korong belefekszik a helyére, és síkba lesz a szárny felületével. És nézzük a szárny felső oldalát. A szárny felső oldalán tegyük be a helyére a korongot, majd fektessük rá a szénlapot, és jelöljük fel a korongra a szénlap két oldalát. Egy tűreszelővel mélyítsük be a helyét, hogy ide majd bele tudjon feküdni a szénlap. Addig kell reszelni, amíg a szénlap a lemez tetejével egy síkba nem kerül. Ez a kis korong 1 mm vastag, a szénlap pedig fél milliméter, tehát nagyjából itt az anyag vastagság feléig el kell reszelnünk ezt a kis lemezt. De próbálom a helyére. Ez így tökéletes is. Ezzel elkészült a korong befaragása.